nagyon jó versenyzés volt. A utolsó harmadában szeretem volna egy hajrát elindítani. 400-1100-nál ezt meg is tettem. Láttam úgy a közepén, hogy lehet, hogy Kristóf nem fogja bírni, ez be is jött, és szerencsére én lettem a bajnok. Mi otthon is 25-ösben edzünk, szóval elég jól tudom gyakorolni a fordulókat. Szeretek 25-ösben úszni. Régen jobban szerettem, mint 50-esben, de most már kb. Ugyanolyan semleges igazából. Én magamon is csodálkozom, hogy hogy sikerülnek ilyen jól a versenyszámok, és tényleg azért elég sok számba indulok, tehát vannak olyan versenyszámok, ami már kevésbé megy, de ez egy edzés számomra, és tényleg most ennek a 800-ot és 400 gyorsak nagyon örülök, sajnos a tavalyi rövid pályás OB nem sikerült, tehát ezért is tudtam nagyon is, hogy sok másodpercet leparagni ezekből az időkből, de tényleg hihetetlenül büszke vagyok most magamra, és remélem, hogy ez több erőt ad majd a további felkészülésre. Szeretem a 101-est is, és hát ez egy nagyon lutri szám szerintem, mert van egy-két forduló, ami hogyha nem jön ki, akkor az egész így elcsúszik, és akkor hát az egész ugye rosszabb idő lesz. És szerintem tök jól sikerültek a fordulók, és nagyon örültem, hogy pont egy percet sikerült úsznom. Nyilván az 59 az jobban néz ki, de azért ez is szép volt. Volt már ilyen kerek? Szerintem még nem beértem, és nagyon megörültem, meg nagyon... Hát vicces volt, mert én nem is gondoltam, hogy ennyit fogok tudni úszni. Őszintén a szám előtt rosszabbra számítottam, arra számítottam, hogy jobban meg leszek halva, és a második százat nem fogom elbírni. Az elején is találkoztam, hogy ilyen könnyen el tudtam menni a többiektől. Furcsáltam, ugyanúgy éreztem, mint akár egy ifi VB-t vagy egy ifi EB-t, ugyanolyan kezdéssel. Az időket még egyelőre nem tudom, nem tudtam beszélni a Tilavával. De majd utána kielemezzük, és akkor átbeszéljük, hogy mi is történt valójában. Mindig nagy verseny van, tehát hogy azért a 100 méter azért most már az évek során azért kiderült, hogy itt mindig nagy verseny van. 100-on is, 200-on is, 50-en is, már nincs is olyan számlasan, amin minden lenne nagy verseny. Most az én taktikám jött be, igazából az aputest elindult, és utána végigvitte, úgyhogy ledarálta a falat a végén. Hát ők meg aztán jöttek az elején, jöttek a végén, de aztán a végén is én jöttem ki jó belőle. A középdöntő kicsit jobban esett, mert hát ott pihentebb voltam, így a 100 mile után most egy kicsit nehezebb volt a döntő, de örülök neki, hogy sikerült nyernem. Szerettem volna egy kicsit jobban úszni, de ezt a 100 milének tudom be, hogy kicsit közel volt egymáshoz a két szám, úgyhogy igazából ez volt a cél, hogy nyerjek, és boldog vagyok. Ma már így utolért a fáradtság, azért azt meg kell mondani, hogy múlt héten is volt egy ilyen 4 napos versenyem Szerbiában. Úgyhogy máma azért már egy kicsit éreztem, hogy fáradt vagyok. Volt egy váltó is mindenek előtt, utána a középdöntőben is azért jönni kellett, hogy jó pályában ússzak. Úgyhogy így a döntőben kicsit fáradtnak éreztem magam, meg hát így a második lehúzás is elég rosszul jött ki. Kicsit sajnálom, hogy nem tudtam 27 másodperc alatt menni, mert elvártam a 100-as idő után magamtól. De hát a 27-04 is az egy szolíd időeredmény, és hát remélem, hogy le tudok faragni egy jó fél másodpercet még az EB-ig.